Új sorozatot olvashattok és láthattok a jövőben a Turista magazinban. Sorra felkeressük azokat a magyar természetfotósokat, akik az elmúlt években kitartásukkal, kreativitásukkal és természetesen kiválóan elkapott fényképeikkel felhívták magukra a szakma figyelmét, díjakban, elismerésekben részesültek. Elsőként az egyik legkisebb legnagyokhoz, azaz a legfiatalabb tehetséghez, az év ifjú természetfotósához látogattunk Szabadkára. Szekeres Levente Tanyán nőtt fel, édesanyja a gazdaságot vezeti, édesapja természetvédelmi őr. A tinédzserkor utolsó éveit taposó gimnazista nem véletlenül kapta meg 2015-ben az év ifjú természetfotósa fődíjat. Levente jól ismeri az állatok viselkedését, idegei vasból vannak, hihetetlen türelemmel és alázattal képes várni a nagy pillanatra. A sikert bár a Pöttyönpók című éjszakai felvétel hozta el számára, ő leginkább a sasokat szereti lencse végre kapni. Mivel tudása és lelkesedése már most alázattal párosul, biztosak vagyunk abban, hogy nevét sokszor látjuk majd a fotópályázatok legjobbjai között a jövőben is. Az egy Canon 300D volt, amit apám töröltem meg, mikor ő kapott a cégben egy új gépet, akkor én elkaphattam ezt a gépet, és én nagyon örültem neki, fotózgattam vele a virágokat, a madarakat, és építgettük leseket, és akkor azért lehetett velem teljesen értékelhető képeket készíteni, és én nagyon elégedett voltam vele. Tanulsz, hogyan fejleszted a tudásodat, te kik a mesterét, kiket nevezhetünk annak? Az első számú, akit megneveznék, a Gergely József. Ő egy zentai fotós, vár rengeteget járok fotózni, és rengeteget segít nekem a fotózásba, el is visz mindenhova magával, ahova ő jár fotózni, plusz rettentő jó tanácsokat ad, aki pedig az ilyen művészi, a fotózás művészi elemeivel ismertetett meg, az pedig Daróczi Csaba, tőle is rettentően sokat tanulhattam. Általában azt megfigyeltük, hogy a sikeres természetfotósoknak mindig van valami nagy előnye, amivel ők elindulnak. Tehát vagy olyan élőhelyen élnek, ahol nagyon sok olyan élőlény él, amit szívesen fotóznak, vagy sok pénzük van, és ezért sokat tudnak utazni, vagy van valami egyéb háttér nálad. Mi volt az, ami igazából sokat jelentett abban, hogy sikeres legyen? Nálam ez a háttér édesapám, mivel ő természetvédelmi őr, megtanítatott velem mindent. Tehát a madarakról is, a természetről is rengeteget tanulhattam tőle. A fotózásban is az alapokat ő mutatta meg. Rengeteg helyre el tudott vinni, és rengeteget tud nekem segíteni. 2015-ben megnyerted az évi fiú természetfotósa a címet. Előtte voltak-e hasonló sikereid? Voltak sikereim, de nem ilyen híres fotópályázatokon, mint az év természetfotósa. Pár pályázatot így meg is nyertem előtte, főleg szerbiai pályázatokon pályáztam, orosz pályázaton is pályáztam, ott is volt pár díjazott fotóm, meg még pár helyen lett kiállított fotóm, és tulajdonképpen az év természetfotósa most harmadszor pályáztam, először csak kiállítva lettek a fotóim, másodszor már lett két díjazott fotóm, és plusz egy kiállított, és most én vettem az év ifjú természetfotósa díjat. Ez az itatós, ez szépen tükröződik. És itt is tud ilyen mínusz akár hány fok lenni, vagy hogy? Persze. Most kutyász fölött az a... Tehát itt fűteni meg ilyesmit nem nagyon lehet. Én annyira nem szoktam igényelni ezt a fűtést. Uh-huh. Mondom, a kesztyű, persze. Sapka. Öt nadrág. Uh-huh. Olyan is volt, hogy öt nadrágba ültél? A legtöbb az négy volt. Hogyan keletkezett a díjnyertes képen? Véletlen, hogy pont akkor csináltam meg az ötlet, az már megvolt a fejemben tulajdonképpen.
csak pont arra a napra sikeredett, akkor nem is gondoltam volna, hogy azt megyek fotózni, és végül az lett a vége. Úgy készült a fotó tehát, hogy egy lámpával átvilágítottam a pókhálón, és a fény az pont a pók hátterébe került, ami a földre leérkezett a fény. És így a póknak a sziluettje látszik a fotón, plusz az a fény, ami átvilágítja a pókhálót. Mivel lehet nyerni, mivel lehet jól szerepelni? Tehát mi az, amit ott szeret a zsűri, vagy amit jól el lehet adni neki? Szerintem az a lényeg, mindig az a lényeg, hogy valami olyat mutassunk, amit más még nem mutatott meg. Valami olyat kell mutatni, amit még nem láttak sehol. Ez a kedvenc lesem. Innen szoktam télen a sasokat fotózni. Nagyon hosszú napokat szoktam eltölteni. Van olyan is, hogy nem fotózok semmit, itt ülök egész nap, és semmi nem jön. Van olyan is, hogy egy nap alatt lefotózok háromfajta sast, például fekete sast, barlangi sast, réti sast. Ez a nagyon ritka, de ilyen is megesik. Türelmesen kell várakozni, és mindig lehet valamit fotózni. Mennyire érzékenyek a sasok a jelenlétetekre? Tehát itt a lesből mennyire érzékenek? Hát főleg az öreg réti sasok azok, amelyek nagyon érzékenyek, tehát bármiféle kis mozgásra rögtön elriadnak, vagy bármiféle hangra, hangosabb zajra rögtön elriadnak. Tehát ők azok, amik nagyon nehéz lefotózni tényleg. Nagyon nehéz róluk jó fotót készíteni. Hogyan tolerálják a tanáraid azt, hogyha te mondjuk tudod, hogy most van épp egy nászrepülés, vagy valami különleges dolog, amit le kéne fényképezni, akkor te lóghatsz a suliból? Tehát engedik azt, hogy mondjál, hát, gyere? Az túlzás, hogy lóghatok, de néha azért ilyen, amikor nagyon, valami nagyon extra van a lesnél, akkor megengedik, hogy eljöjjek. Ilyen szempontból nagyon örülhetek, hogy ilyen tanáraim vannak, akik komolyan veszik ezt, amit én csinálok, és foglalkoznak is vele, hogy én ezt véghez tudjam vinni. Lesfotózásra leginkább ezt a 400F28-as Canon objektívet szoktam használni, ez egy nagyon régi kiadás, mégis szerintem nagyon jó, megállja a helyét, egy hibája van, 7,5 kilós, és ezt a 7D gépet használom, ugyan nem fullframe-es gép, de nagyon jó, megállja a helyét, 8 képet tud másodpercenként készíteni, és elég gyors az autofókusza is. Szóval az én igényeimet bőven kielégítik. Mik a terveid? Mit szeretnél a jövőben elérni? Hova szeretnél elutazni? Mi az, amiket szövögetsz most? Hát a jövőbeli terveim mindenképpen az, hogy medvéket szeretnék fotózni. Ez az egyik legnagyobb álmom, hogy medvét vagy farkast. Ez a kettő. Szerintem nem kell hozzá messzire utazni, mert Szerbiának is vannak olyan pontjai, ahol lehet fotózni, csak éppen ki kell várni.